Lapcsánka, hotdog, sülkös körmös pacal, szabolcsi töltött káposzta és tirpák rizses lecsó. Csak néhány étel, amelyet tavaly megkóstolhattak a Tirpák Fesztiválra kilátogatók. Idén több mint 50 féle étellel várják az éhes nyíregyháziakat. Lesz például tirpák tarhonya, kelt tirpák kalács, tirpák bableves és tépet húsos tirpák burger. Hiszen 2023-ban a korábbiakhoz képest jóval nagyobb hangsúlyt kapnak a valóban tirpák ételek. Az igazi tirpákság azért az kopik igen erőteljesen a városból, illetve város környékéről, és éppen ezért mindent megpróbálunk megmenteni, ami az emléküket felidézheti. Ugye a múzeumfaluban van egyfajta kulturális megőrzés, de nem csak a kultúrájuk érdekes, hanem érdekes volt a gasztronómiájuk is, ahogyan vagy amiket ettek és amiket megcsináltak maguknak, ahogyan étkeztek. Ugye erről van több könyv is, hogy mi a tirpák gasztronómia. Most volt egy olyan kifejezett kérés, hogy legyen minél több tirpák eredetű vagy tirpák jellegű étel, ami elsősorban a babos, tört babos, szapacskás, krumplis ételeket jelenti. A tirpákok spórolósak voltak, maguk termelték a gabonákat és tenyésztették az állatokat. Ezt próbálják meg feleleveníteni most hétvégén. Szombaton 22, vasárnap 30 csapat készíti majd a változatos ételeket. A kollégák felvonultatják a tirpák ízeket, amelyre azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit egyedülálló, de mégiscsak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ízekre, egy picit füstösebb, egy picit paprikásabb, egy picit csípősebb ízekkel találkozhatnak majd a városközpontba érkező vendégek, helyiek, turisták. A szombati népi ízek után vasárnap a grill ételek kapnak főszerepet. Néhány éve indították ezt a bajnokságot a Tirpák Fesztivál kiegészítéseként. Ennek keretében régi idők ízei készülnek el új köntösben. Ilyen hat testvérváros, abból kettő főzni is fog, Gorlice és Nagykapos. Ezen kívül rengeteg árus lesz. Megy közben egy V4-es projekt is itt a Kossuth téren, ahol azt hiszem, hogy legalább 40 különböző kézműves árus lesz jelen. Lesznek Gorlicéből, Szatmár Németéből és Nagykaposról is kézműves termékeket áruló árusok, meg hát nyilván nyíregyháziak és nyíregyháza környékiek is. A 10. Tirpák Fesztivál szeptember 15-e és 17-e között várja az érdeklődőket Nyíregyházán a Kossuth téren. Pénteken Korra György és Balázs Klári indítja el a programsorozatot, szombaton Takács Nikolász és Rózsa Magdi ad élő koncertet, vasárnap pedig a helyi táncegyüttesek produkciói, a Menta projekt és a Folk Fusion Band koncertje zárja a rendezvényt.